Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Jakab első fejezet 13., 14., 15. versét idéztem mai reggeli buzdításul. Az egész Biblián belül, ami 66 könyvből álló iratgyűjtemény, ez a levél, Jakab levele ezekkel a szavakkal olyan világosságot teremt az élet egyik nagyon közkeletű kérdésében, hogy tudnilik, vannak olyan megpróbáltatások az életben, amelyek Istentől jönnek, és ezek mindig jó irányba vezetik az embert, és vannak olyan megpróbáltatások az életünkben, amelyeket nem Istentől kapunk vagy fogadunk el, hanem mi szerzünk magunknak, és ezek általában rossz irányba vezetnek az életben. Jakab levele első fejezetében az első 12 vers arról szólt, hogy Isten enged meg megpróbáltatásokat az életben, és ha megenged megpróbáltatásokat, ezt kivétel nélkül örömmel fogadjuk. Mert a megpróbáltatás megedz bennünket, a megedzésben legyen kitartás, a cselekedet ép és tökéletes legyen, álhatatosak maradjunk a jó követésében. Ha olykor-olykor talán kételkedünk, hogy jó utat követünk, akkor forduljunk Istenhez, nem kételkedve, hanem azzal a bizonyossággal, hogy ő készségesen, szemrehányás nélkül megad nekünk mindent, ami az utunkban szükséges, hogy előre menjünk. És ezután elmondja még a 12. versben, hogy boldog ember az, aki ezekben a megpróbáltatásokban kitart, akár szegény, akár gazdag, akár fiatal, akár idős, mert minek utána megpróbáltatott elveszi az élet koronáját, melyet az Úr ígért az őt követőknek. Most viszont Jakab rátér azokra a megpróbáltatásokra, amelyeket mi szerzünk magunknak. Milyenek az ilyen megpróbáltatások? Amikor látunk valamit, hogy ez lenne a jó út, és mégis elindulunk a rossz úton. Amikor látjuk azt, hogy ez lenne a helyes, és mégis azt mondjuk, hogy hát próbáljuk ki a helytelent. Tudjuk, hogy mi a jó, de hát azért kóstoljunk bele egy kicsit a rosszba is. Na ezek a veszélyes emberi helyzetek. Mert hogyha az embernek megadatott az, hogy az értelmével valamit megismerjen és belásson, és ez meg is történt már, akkor miért próbálnánk ki annak az ellenkezőjét? De ha már kipróbáljuk, akkor vegyük tudomásul, hogy von és édesget a tulajdon kívánságunk, ez nem az Istentől jövő megpróbáltatás, ezt mi szerezzük magunknak, és ez, amikor von és édesget a tulajdon kívánságunk, akkor a kívánság majd előbb-utóbb megfogan, a megfoganástól veszi a bűn kezdetét a Biblia, és bűnt szül, tehát mondja is, hogy amikor megfogan ez a kívánság, itt Luther híres kijelentése juthat az eszünkbe, aki azzal vigasztal bennünket, hogy madarak mindig fognak röpködni a fejünk fölött. Azért nem vagyunk felelősek, de azért már igen, hogyha engedjük, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Tehát a kívánság megfoganván bűnt szül, amikor beleegyezel abba, hogy megteszed azt a rosszat, amiről magad is tudtad már, hogy ez lenne a helyes út, és most mégis ki akarod próbálni a helytelen utat, de ha te ezt megpróbálod, és bűnt szül, akkor a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát minden bűnnek van egy röppályája. A bűn kicsiben kezdődik, ezért is nevezi a Biblia kovásznak. Aztán, hogyha beletesszük a kovászt a lisztbe, akkor ezt kezdi lassan-lassan megkereszteni. Mindannyian azért épülünk le, ezért van az öregség, ezért van a halál.
mert elkövetünk számtalan rossz dolgot, és ha valaki gyermekként hal meg, vagy fiatalként, ott meg az egyetemes bűnnek ráháruló következményei vezetnek arra, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Ne kövessük azt az utat, hogy magunk próbáljuk meg magunkat. Engedjük meg, hogy Isten próbáljon meg bennünket, és hogyha a próbatételben kitartunk, ő adja majd nekünk az élet koronáját.